Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szürke Zóna Podcast. A mikrofonnál Rezső, valamint állandó vendégem, Dani. Sziasztok! A mai napon az önismeretről fogunk beszélni. Mondhatjuk, hogy ez kis egy ilyen pszichológiába hajló téma, de hát mindjárt az elején kellene egy közleményt tennünk, hogy semmilyen, az ég semmilyen pszichológiai végzettségünk vagy képzettségünk nincsen. Ez egy nagyon érzékeny dolog, mert észrevettük mi is, hogy Habár három epizódonként megkapjuk a kritikát, hogy olyas valakit kéne hívni az adott témához, aki ért is hozzá, nem csak össze-vissza magyarázni nekünk inkompetens barmoknak. Leginkább a pszichológiával kapcsolatosan merül ez fel, mert hiszen az ember a hétköznapokban is belebocsátkozik olyan következtetésekből, hogy mit. ez az elkövető pszichopata, az az ember nyilvánvalóan valami pánikbetegségben szenved, vagy neurotikus, vagy hasonlók, tehát hogy egész egyszerűen Következtet az ember bizonyos behatásokból olyanokra, amelyek egyébként valószínűleg meghaladják a kompetenciáját. Nekünk az az elvünk, hogy attól függetlenül, hogy van-e kompetenciája, vagy nincs az embernek adott témával összefüggésben, attól függetlenül még beszélhet róla, annak terjed el még, amit tud is róla, és a pszichológia sem kivétel ez alól, úgyhogy. Egy a lényeg, legyetek arra tekintettel, hogy amit mi ezzel a témával kapcsolatban elmondunk, az nem egy tanácsadás, nem biztos, hogy nektek adott problémátokra segítséget tud képezni, viszont nekünk is van dolgunk azért a hétköznapokban a, az önismereti kérdésekkel, meg hát a lelki problémákkal is, kinek ne lenne, és mondhatjuk azt, hogy mondjuk ezzel kapcsolatos tapasztalatainkat szeretnénk veletek megoldani. De még mielőtt belevágnánk, megkérdezek Dániel, hogy mit gondolsz a témáról? Gyakorlatilag azért is mondtam, hogy esetleg beszélhetnénk egy kicsit így az önismeretről, a tudatosságról, meg kicsit ilyen, ilyen, jellegű témákról, mert úgy érzem, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban mindkettőnknek azért volt lehetősége arra, sajnos vagy szerencsére, hogy egy kicsit magunkba tekintsünk, és, és adott esetben akár új perspektívákat nyerjünk néhány dologgal kapcsolatban, vagy, vagy új dolgokat tanuljunk magunkról. Úgy érzem, hogy ha még nem is vagyunk ugye szakemberek, de azért Többször volt az életünkben olyan dolog, amivel kapcsolatban szerintem egész jól tudtunk reflektálni az adott szituációra. Nyilván azért mindkettőnknek voltak pillanatai, amikor talán kicsit érzelemből reagált, vagy valami, de ha nem is akkor, de szerintem később azért tényleg általában vagy meg tudtuk beszélni ezeket a dolgokat, nyilván egymásnak azért sok mindent meg szoktunk osztani, és nyilván kíváncsiak is vagyunk a másik véleményére, és ezért gondoltam, hogy, hogy így tényleg a Elmúlt időszaknak is a fényében, meg én is, amiket tapasztaltam. Többször előjött így a, az elmúlt pár hétben ez, a, ez az önismeret kérdés, és egy kicsit kezdtem úgy érezni, hogy így előjött egy picit a PTSD, még nagyjából egy húha, 10-15 évvel ezelőttről, amikor az életünk egy pontján azért közelebb kerültünk ehhez a önismeret kérdéshez, akkor ott egy kicsit úgy érzem, hogy rosszul lett számomra ez az egész tálalva, és emiatt egy picit talán nem feltétlenül olyan százszázalékig az önismeret oldalára állva próbálok egy kicsit ambivalens érzésekkel tekinteni erre a kérdéskörre, mert úgy érzem, hogy vannak emberek, akik ezt vagy rosszul, űzik, vagy nem megfelelő metódussal tekintenek erre a kérdéskörre, vagy egy kicsit túl nyomják ezt a kérdéskört, és talán egy kicsit ilyen bizniszesebb oldalról közelítik meg. Viszont már most, mielőtt még elfelejtem az adás elején, szeretném mondani a hallgatóinknak. Azért is dobtam be ezt az epizódot, mert ha minden igaz, akkor az elkövetkezendő időszakban, nem akarok még konkrétumot mondani, hogy mikor várható ez, de vendégünk lesz egy pszichológus, és vele szeretnék sok mindenről beszélni, és hogyha nektek esetleg lennének témáitok, kérdéseitek, ami, ami foglalkoztat titeket ezzel a szakmával kapcsolatban, akkor nyugodtan tegyétek fel ezeket a kérdéseket, vagy írjátok meg akár e-mailben, vagy akár a Telegram csoportunkban, és akkor, és akkor megpróbálom ezeket is adott esetben így, így felhozni az adás keretein belül, mert engem, engem rengeteg dolog érdekel ezzel a szakmával kapcsolatban. Nyilván mind a kettőnknek megvan a véleménye a pszichológusokról. Vannak nyilván előítéletek is, hisz nekem is azért vannak korábbi tapasztalataim, nem közvetlenül, hanem tényleg így akár a televízión, médián keresztül is nyilván mutattak egy képet, ami miatt megvoltak az én előítéleteim, de ugyanakkor én jártam pszichológusnál, egy, egy tök érdekes élmény volt számomra, egyébként egy pozitív élmény volt. És akkor ezt, ezt, a témát szeretném még egy kicsit majd, majd jobban kibogozni egy szakember segítségével. Úgyhogy itt akkor a kedves hallgatók, ha már oly sokszor ajánlották, hogy nem ártana néha egy szakembert is meghívni, akkor itt, itt lesz lehetőségünk arra, hogy akár egy szakemberrel is beszéljünk. Úgyhogy várom majd azt az adást is. De hát akkor igen, most akkor beszéljünk az önismereti élményeinkről, tapasztalatainkról. Nekem az a véleményem, hogy az önismeretre mindenkinek rá kell szállni az idejét és az energiáját. Tehát ez egy olyan szükséglet kellene, hogy legyen, hogy az ember foglalkozzon, gyakorolja az önismeretet, mint nem tudom bármi más, hogy bevásároljon, vagy megvegye a maga kis tekerős cigijét, vagy hasonlók. Tehát, hogy egész egyszerűen bármilyen, hogy mondjam, osztálytól függetlenül, hogyha mondhatom ilyen drasztikusan, de egész egyszerűen szüksége lehet az embernek arra, hogy foglalkozzon azzal, hogy ki ő maga, mik a céljai. Egész egyszerűen tudjon kritikát gyakorolni magával szemben, legyen tisztában a korlátaival, a lehetőségeivel, hasonlókkal, és mondom, nem feltétlenül kell ehhez pszichológiai szakértelem, nyilvánvalóan, és ezt én is látom, hogy bár én nem voltam még pszichológusnál, a terápiára viszont azt látom, hogy egyre inkább egy olyan tendencia mutatkozik, hogy egyre többen és többen ajánlják, hogy menj el pszichológushoz. Nem is azért, mert hogy retardált vagy, lelki problémáid vannak, vagy, vagy, vagy olyan súlyos mentális gondjaid vannak, amelyekkel kellene, hogy egy szakember foglalkozzon, hanem egész egyszerűen foglalkozz önmagaddal. Legyen valaki, akihez beszélsz, az, az reflektáljon rá, legyen valaki, aki kifejezetten szakmai alapon kíváncsi arra, hogy neked éppen milyen folyamatok zajlanak le a lelkedben. Magam is látom, hogy egyre több ismerősöm megy el pszichológushoz, egyre többen mondják azt, hogy hát terápiára járok, és ez nagyon-nagyon fontos. Nem, én nem gondolom azt, hogy mindenkinek pszichológushoz kellene járni, mondom, én ezen a véleményen vagyok, hogy az önismereti munkát valahogy el kell az embernek végeznie. Én például irogatok, tehát hogy én fogok egy kockás füzetet, és, és hogyha Na, azt érzem, hogy nagyon rászorulok erre, hogy önismereti folyamatokat indítsak el, vezényeljek le, akkor van, hogy napokon keresztül jegyzetelgetek, és nekem az nagyon-nagyon sokat segít. Tehát, hogy én, én felfoghatatlanul megbecsülöm a, a, a írás és a jegyzetelés képességét az önismeret vetületében. Tehát egész egyszerűen leírod a, a, leírod a gondolataidat. Főként akkor segít ez a dolog, amikor úgymond ruminálsz. Azt hiszem jól mondtam. Ez a, gyakorlatilag az a jelenség, amikor egyetlen egy gondolatban ragadsz benne, és mindenkinek lehetett már ilyen. Nekem is volt, Daninak is biztos, mindenkinek volt ilyen, hogy valami trauma éri, és és hosszú napokon, heteken keresztül akár, de egyetlen egy gondolat ismétlődik a fejében, egy rendkívül kellemetlen gondolat, és nem tud kiszakadni belőle, és megpróbálja, megpróbálja kívülről megnézni ezt a dolgot, látja is objektíve, hogy ezen nem kéne pörögni, de akkor is pörög, és akkor is stresszel, és az bár, bárhogy mondjuk elmegy kirándulni, akkor is visszarántja valami ebbe a gondolatba, és ennek egyébként fiziológiai magyarázata is van, amiben nem feltétlenül akarok belebocsátkozni, bár múltkor kiedzeteltem ezzel kapcsolatban valamit, de, de főként ugye mentális ö, ö, okai vannak. Azt azzal is tisztába kell lenni, hogy ezek, a, ezek az ilyen könnyed mentális problémák, amiket nem feltétlenül nevezhetjük, nevezhetünk pszichológiai kategóriáknak, tehát nem, nem a pánikbetegségről beszélek, nem a neurózisról, hanem egész egyszerűen például ilyenekről, amikor pöröksz egy túlreagált, túlbecsült, jelentőségében túlbecsült, egyébként felesleges gondolaton. Hogy ilyen kérdésekben egyébként mindenki élhet javaslatokkal, és én például azzal a javaslattal élnék ilyenkor, hogy amikor ilyesmit megél az ember, hogy mondjuk egy gondolat pörög a fejében, akkor Valahogy próbáljon meg megállni, próbáljon meg a, a, az aktuális, a jelen pillanatban éppen zajló dolgokra figyelni. Nekem ez be is jött, hogy mitől én elkezdtem zoknit hajtogatni. És akkor, azzal, hogy az okni hajtogatásra figyeltem, kicsit ki tudtam szakadni ebből a ruminálós, egy gondolaton pörgős rohamból, mentális rohamból, de ugyanez tud segíteni egyébként az a, a, a irogatás, amit mondtam, hogy leírod azt a gondolatot, ami aktuális az adott pillanatban, zavar, Téged, és aztán húzol három vonalat, és különböző következtetésekkel élsz. Tehát egészen azt, ami pörög a fejedben, azt elkezdett leírni, és számomra legalábbis ez rendkívül hasznos tud lenni, hogy elkezd letisztulni az a rengeteg baromság, ami pörög a fejedben, és egy kicsit segít kihozni téged abból a rohamszerű állapotból, amiben bele tud ragadni az ember. Én azt tapasztaltam hogy És nem csak magamon, hanem másokon is, hogy szerintem már az egy, egy nagy lépés tud lenni, hogyha egyáltalán foglalkozol az adott dologgal, ami zavart téged, bántott téged, vagy bármilyen hatással volt rád. És egy ideig ezt nem is értettem, nekem ez olyan egyértelműnek tűnt, de például nőktől hallottam vissza, akikkel így beszéltem a, a, az önismeretről hogy úgy, úgy meglepődtek egy-két dolgon, ami számomra már egyértelmű volt. Hogy hát igen, hogyha engem valami bántott, vagy igazságtalannak éreztem, vagy valami, akkor én erre így megpróbáltam reflektálni, megpróbáltam megközelíteni több irányban a kérdést. Most nyilván, hogyha nem is oldódott meg, tehát mit én elmentem egy állásinterjúra, jól kibasztak velem, és akkor utána emiatt én szarul éreztem magam, akkor nyilván ez nem azt jelenti, hogy utána visszamentem és fölvettek, csak úgy egyszerűen magát a helyzetet megpróbáltam kielemezni valamilyen szinten, és hogy ez tök, tök, fura volt, hogy ezek szerint vannak olyan emberek, akik ezzel így egyáltalán nem foglalkoznak, hanem egyszerűen csak stresszelnek ezeken a dolgokon, tovább pörgetik magukban, vagy adott esetben valamennyire eltemetik, aztán később visszajön, és hogy, hogy egyáltalán nem foglalkoznak, és ezek a dolgok így felemésztik őket. Szóval szerintem ez már egy tök jó dolog tud lenni, hogyha az ember ilyen szinten foglalkozik vele. És én, én, azt mondanám, hogy talán az első, hát nem is tudom, egy kicsit bajban vagyok ezzel a, ezzel a részével a témánknak, hogy, hogy talán buktatónak, vagy nem tudom, minek nevezzem, hogy az első buktatója talán az lehet, hogyha az ember túlságosan belemerül ebbe a, analízis módba meg elemzésbe. És hát nyilván, mint mondtad, vannak többféle fajta módszerek. Én ö, talán azt tartom veszélyesnek, amikor az ember csak mondjuk könyveket kezd el vásárolgatni tucat számra, és akkor elkezdi ezeket a, az önismerettel kapcsolatos könyveket olvasgatni, ami egy ideig, óráig tök jó tud lenni, bár nyilván az is felmerül az a kérdés is, hogy ugye milyen jellegűek ezek a könyvek, most hirtelen nekem Jordan Peterson jut eszembe, akiről még néhány évvel ezelőtt ö, úgy beszéltünk, még mi is, ö, Rezsővel, hogy hát igen, jól megmutatja ezeknek a, a hülye fiataloknak, akik itt próbálják mindenbe belemagyarázni a hülyeséget, és hogy kicsit ilyen, nem tudom, én, én úgy emlékszem, hogy a Jordan Peterson meg volt ez a Change My Mind-os csávó, akinek most nem a eszembe a neve, mindegy. Stephen Crowder. Stephen Crowder, hogy ők úgy, úgy ők olyan kicsit olyan megmutatták a dolgot, meg a témát az embereknek, meg, meg jól beégették őket, hogy milyen hülyeségeket beszélnek, meg próbáltak ilyen, hát gyakorlatilag ilyen tudatosnak tűnni, hogy ők ők mennyire értenek a dolgokhoz, mennyire új perspektívákat mutatnak, meg ezt most már mindekettő egy kicsit úgy vagyok vele, hogy hát inkább, inkább ilyen kicsit toxikusak, agresszívak tudnak lenni mind a ketten, de hogy például a Jordan Petersonnak is van legalább két vagy három könyve, talán fú, az a baj, már egyikre sem emlékszem most így pontosan, de hogy tudom, hogy volt legalább egy nagyon-nagyon felkapott könyve, ahol ilyen különböző lépésekről beszél, hogy nem tudom, számomra például ő talán egy kicsit így bemocskolódott a, az elmúlt két évnek köszönhetően, és lehet, hogy egyébként egy tök nagy szakember, de nem tudom, ez, ezek a jelenlegi információk alapján eldönteni, hogy mennyire lehetnek hasznosak az ő tanácsai, meg az ő könyvében leírtak. De hogy én úgy vagyok vele, hogy azért vannak az ilyen tipikus Paulo Coelho idézetek, meg, meg volt egy magyar verziója, és valamilyen Péter, már nem emlékszem, hogy van, van ez a része, amikor egy kicsit tényleg ilyen megragadjuk a biznisz oldalról a dolgokat, és akkor próbálunk trendi módszereket alkalmazni, meg leírni, és akkor te, mint, mint egy károsult, vagy sértett, vagy akármilyen fél, elkezded ezeket a könyveket bújni, és akkor ott vagyunk, hogy kicsit így, így rossz következtetést vonsz le ebből az egészből, rosszul kezded el elemezni magad, meg talán az rosszabb, amikor nem is magad, hanem a másikat kezded el ezek alapján a könyvek alapján megítélni, és, és ezt mondom, hogy nekem például az egyik ilyen negatív tapasztalatom az ez volt, hogy én úgy éreztem, hogy voltak emberek körülöttem, akik adott esetben csak ilyen könyvekből tanulták azt, amit tanultak, nem megfelelő környezetben sajátították el azokat az eszközöket, metódusokat, amivel szerintem hasznosan lehet az önismeretről beszélni, és az önismerettel kapcsolatban tanulni dolgokat, és, és, akkor jöttek ilyen számomra ilyen abszolút robot módon, hogy jaj, hát csináld ezt, akkor az lesz, csináld azt, akkor az lesz. És persze egyébként alapvetően, hogyha feketén-fehéren tekintek a dologra, akkor tényleg úgy van, hogy figyelj Rezső, hogyha téged az zavar, hogy tíz éves korodban visszautasított téged egy csaj, akkor figyelj, csak gondolj bele, hogy téged ez, ez így akkor miért zavar, és akkor már meg is oldódott a problémát. Aztán persze ez nem így van, mert nem ennyire egyszerű sajnos az eset. Mert egy az, hogy a 20 évvel ezelőtt egy teljesen más ember voltál, más behatások értek téged, és szerintem ezt nem lehet ennyire leegyszerűsíteni. És én azt tapasztaltam, hogy manapság egyre többen kezdenek olyan emberek lenni, akik így leegyszerűsítve próbálják találni ezt az önismeretet, és egy kicsit így, így ilyen hálószerűen terjed ez az egész, hogy, hogy jaj, hát ez így, ez gyakorlatilag már csetintesz egyet, és kész is van az egész probléma. Én például ezért mentem pszichológushoz, mert engem már régóta foglalkoztatott ez a kérdés, hogy vajon milyen lehet terápiára járni, de most kifejezetten azért mentem el, hogy ne a barátaimmal beszéljek ezekről a dolgokról, mert, mert sajnos én, én úgy érzem, és lehet, hogy nem így van, de én úgy érzem, hogy a barátok egy kicsit mindig részrehajlóak. És hogyha és hogyha van egy valamilyen problémád, akkor persze tudnak hasznos tippeket, tanácsokat adni, esetleg az ő saját perspektívájukat megosztani, de úgy érzem, hogy, hogy valamilyen akarva, akaratlanul mindig is lesz egy kicsit ilyen részrehajlás, hogy mivel a te barátaid, ezért nyilván téged fognak egy kicsit jobb fényben feltüntetni, és engem érdekelt az, hogy eleve milyen érzés az megnyílni egy gyakorlatilag teljesen ismeretlen embernek, és én próbáltam abszolút nyitott lenni, és mindent, mindent, amit csak volt, mocskot, mindent kiteríteni. Egy olyan ember szemei által kapjak egy, 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 reakciót az én mondani valómra, aki, akinek nem vagyok a barátja, nem vagyunk jóban, hanem egyszerűen csak egy, egy, teljesen másik nézőpontból lehet megközelíteni Az, hogy figyú, Dani, az a helyzet, hogy igen, akkor egy kicsit így viselkedtél, meg úgy viselkedtél, és akkor itt tök jó ki lehetett fejtegetni dolgokat. Nekem az, hogy, hogy tényleg így magamban esetleg kiírja magamból, vagy, vagy ilyesmi. Én, én, is sajnos gyakran beleestem abba a hibába, tehát még mai napig egyébként bele tudok esni abba a hibába, hogy egy kicsit túlpörgetem a gondolatmenetet, és, és, hogy, és nem feltétlenül azon gondolkozok, hogy, hogy úgymond megoldást találjak, hanem inkább tudod így pörgetem magam előtt a múltat, és akkor, jaj, ez miért volt így szar, meg miért volt úgy meg akkor a teljes ellenkezője is igaz volt néha, hogy jaj, hogyha majd ezt meg azt csinálom, akkor majd minden rendben jön. És nem feltétlenül a, a, a most és a jelennel foglalkoztam, meg azt, hogy akkor hogy oldjuk meg ezeket a problémákat. Úgyhogy én ezért mentem terápiára, de azt elhiszem, hogy hogy amiket te mondtál, hogy mennyire érdekes emberek voltak azok, akik körülötted gyakorlatilag pszichológus, pszichológus végzettségűek voltak. Nyilván azért az én korosztályomban is, amikor majd évfolyamomban, amikor gimibe jártam, akkor ott is több ember akart elmenni ilyen pszichológus szakra. Hát úgy érződött egy bizonyos stílus, tudod? Tehát, hogy úgy, úgy nem, is, nem azt mondom, hogy hippi, de hogy volt egy ilyen, egy ilyen érdekes stílusa egy-két osztálytársamnak, vagy évfolyamtársamnak, akik így el, el, akartak menni pszichológusnak, na, és akkor ők talán tudtak volna egy olyan irányt képviselni, amire azt mondom, hogy hát lehet, hogy hozzá nem biztos, hogy mennék. De hát nyilván nem tudom, hát 20 évvel, 25 évvel később lehet, hogy egy remek szakember lett belőle, de elhiszem, hogy miért van egy valamilyen szintű talán előítéleted így a szakmával kapcsolatban. Engem főként nem is ez, ezek a tapasztalatok tartanak vissza attól, hogy pszichológushoz menjek, sokkal inkább az, amire te is az imént rámutattál, hogy ezt a ilyen tanácsadás, önismereti tanácsadás jellegű dolgot kétféleképpen lehet csinálni. Hogyha face-to-face -face van, tehát az, hogyha most mi itt makogunk arról, hogy szerintünk mi a jó megoldás, azt azért nem ide venném, meg hát nyilván valaki zsebre tesz ebből valamit, valaki nem, ez egy teljesen más formátum, nem úgy, mint az, amikor valaki ez leülsz, vagy valakivel leülsz, és azt várod, hogy mindnek után elmondod a te problémádat, vagy a te megéléseidet, ő ad rá valamilyen magyarázatot, vagy reflektál bármilyen formában. És én kétfajta hogy is mondjam, tendenciát vélek azonosítani. Az egyik az, amit ha jól értesültem a visszacsatolásokból, akkor a pszichológusoknak egy jelentős százaléka csinál, hogy elmondod azt, hogy mi nyomja a lelkedet, elmondod azt, hogy, hogy miket tapasztalsz, miket érzel, akár hozzá is teszed, hogy tudom, hogy ez nincsen így jól, meg tudom, hogy nem igaz, de akkor is ezt érzem, és akkor is ilyen folyamataim vannak, és ő ahelyett, hogy leereszkedne abba az érzelmi állapotba, ahol te vagy, és ahelyett, hogy megpróbálná megkísérelni azt, hogy te mit érzel, egyrészt visszanyúl a tanult ismereteihez, és ha jól értesültem szintén, akkor a pszichológiai oktatás Magyarországon sem annyira csúcs, mert gyakorlatilag csak azt tanítják, csak úgy tanítanak a, a, fiataloknak pszichológiát, hogy, hogy, hogy ne menjenek bele, kedves hallgatók, ha ilyet mond a betegük, akkor, akkor azt ne bontsák ki, mert hogy kockázatos, meg mit, valami ilyesmi, ne, lehet, hogy ez totál nem pontos, lehet, hogy ilyen kockázatvállalásra ösztökéli a, 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 pszichológiai oktató a, a, pszichológus hallgatókat, de, de mondom, én mást hallottam, de ettől függetlenül visszanyúlhat az ember, vagy a tanácsadó ilyenkor a tanultakhoz, on me Ilyen random autodidakta pszichológusoktól, mert hogy az a helyzet, hogy a 10 millió autodidakta pszichológus országa vagyunk, és a nulla autodidakta jogász országa vagyunk. Tehát, hogy ez is egy érdekes, hogy hogy nem találkoztál olyan emberrel, akinek nincs jogász végzettsége, vagy jogi végzettsége, de jogászként érzi magát, vagy jogászként azonosítja magát szemben olyanokkal, akiknek nincs pszichológusi végzettsége, viszont felhatalmazva érzik magukat arra, hogy lelki tanácsokat adjanak konkrét embereknek, olyanoknak, olyan, olyan, bőven találkoz. Na, visszatérve, tehát hogy, hogy a, a problémám az, hogy a, a, ilyenkor a, a, ezek a tanácsadók szerintem legalábbis hajlamosak a, a, az, a megtanult dogmához visszanyúlni, és levezetni, hogy ha te azt mondod, hogy neked problémád van a pasid viselkedésével, az a. Általam olvasott könyvek alapján nem is lehet egyéb, mint sem az apokomplexus. Uh -huh. és, és nyilván nem ennyire egyszerű. Hallottunk már rossz sztorikat, meséltek ismerősök tapasztalatokat, hogy ki mennyire elégedetlen a pszichológusával. Van olyan, aki az elején tökre elégedett vele, aztán később kiábrándul belőle. Valaki mesélte, hogy az ismerős elment pszichológushoz, tehát ennyire kell, azért ennyire készpénznek venni ezt a beszámolót. És akkor azt mondta a pszichológus, hogy rajzold le a családodat. És akkor meg lerajzolta a család. És akkor mondja, mondja a pszichológus, hogy érdekes, hogy a barátodat utoljára rajzoltad le. Ez egyébként elég sok mindent elmond. Tudod, és hogy nem kurva mindegy, az meg hogy mikor rajzolom le a barátomat, tehát hogy ez pszichológia, basszus, na, mindegy. Lehet, hogy őt tudja jobban, és én vagyok a bunkó. Valószínűleg erről van szó. De mondom, nekem ez az egyetlen aggályom, hogy én szerintem nem jó az az irány, de mégiscsak talán ezt mondhatjuk tendenciózusnak, nem jó az az irány, hogy okoskodunk. Hogyha, hogyha te, a Dani elmondja nekem a lelki problémáit, én meg, én meg fontosabbnak érzem az adott pillanatban azt, hogy én jaszkarizzak azzal, hogy én mi, milyen szófordulatokat tudok, meg milyen, milyen axiómákat tudok lövöldözni, mint például, hogy Dani, az élet egy játék. Játsz! De ezzel, ebből semmit nem tud a zsebre tenni az ember, érted? Legfeljebb én, hogy, hogy egy percig érezhetem, hogy jó, atyám, de jó, izé, miért nem mentem pszichológusnak, isten, de jó lennék. De De mondom, ez nem jó arra, nem jó eszköz arra, hogy, 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 az embert kisegítse egy, egy, bármilyen, bármilyen problémából, bármilyen problémás helyzetből, és nekem az a benyomásom, hogy a pszichológusok inkább ezekhez az irányokhoz nyúlnak, de biztos, hogy vannak kivételek, és biztos, lehet, hogy nem tendenciózus az, amit mondok, lehet, hogy egy nagyon otromba hiba, amit a pszichológusok hajlamosak, egyes pszichológusok hajlamosak elkövetni, de én mégiscsak felismerem ezt a két irányt, hogy vagy érzelmileg azonosulunk, vagy, vagy, vagy a tanultakat ismételjük vissza, és hogyha az utóbbit csináljuk, akkor abból bizony egy tök felesleges okoskodás lesz, és semmi egyébre nem lesz jó, mint hogy a pszichológus demonstrálhatja ezen az újabb napon is, hogy egyébként a szakmájában ő egy kifejezetten jó szakember. Hát abban a szempontból egyébként érdekes tud lenni még ez a dolog, hogy az, az csak az egyik oldala, hogy ugye hogyan viselkedik, meg, meg hogyan közelíti meg a pszichológus, a szakember magát a, a terápiát, de az is még egy érdekes dolog tud lenni szerintem, hogy aki elmegy terápiára, az, az tényleg mit rak zsebre, és mit, mit tanul ebből az egészből. Mert ugye most én is azt mondom, hogy szerintem az a pszichológus, aki az én mentem, az, az korrektem kezelte a dolgokat, korrekten viselkedett, és úgy érzem, hogy tényleg segített abban a, azzal a problémával kapcsolatban, amiért én elmentem hozzá. Például már, már, csak ilyen apróságok is, hogy, hogy nem, nem nyújtotta tovább a rétes tésztát. Tehát, hogy eltelt néhány alkalom, és akkor mondta, hogy hát szerinte végül is a, a, problémát azt sikerült kibogoznunk a beszélgetéseink alapján, úgy érzi, hogy érzelmi intelligencia szempontból úgy helyén vagyok, és hogy, hogy Nyilván folytathatjuk a, a terápiát, hogyha még vannak kérdéseim, vagy akármilyen sérelmeim, traumáim, akármi, de hogy, hogy a konkrét esettel, amivel hozzáfordultam, úgy érzem, hogy megoldottuk. És akkor még, még mentem néhány alkalommal, és beszélgettünk, kifejtegettünk dolgokat, meg, meg tényleg így, így. Volt még egy-két dolog, amire úgy, úgy sikerült rávilágítani, és nekem is volt egy-két ilyen, ó! Oh, tényleg, akkor ez lehet, hogy ezért van pillanatom, aminek örültem, és jót is röhögtünk rajta, de, de, nem volt az, hogy ott tartott, hogy hú, jó, gyere még, gyere még, gyere még, nem akart lehúzni engem pénzzel, és abba egyeztünk meg, hogy jó, hát akkor most egy kicsit kimegyek, akkor megint a nagybetűs életbe, és akkor szerzek új tapasztalatokat, és hogyha bármi olyan felmerül, akkor, akkor visszamegyek hozzá, mert egyébként ez egy, tényleg egy, egy véget nem érő fejlődés tud lenni, hisz az ember mindig tud tanulni a, a, saját hibáiból, de ugyanakkor azért felmerül tényleg a kérdés, hogy ki mit visz haza ebből mert nyilván, ha egy olyan pszichológushoz mész, aki a, az általad felvezetett kategóriákból a idézőjelesen a rosszabbik kategória, aki kicsit így tényleg ilyen könyvből okoskodósan prezentálja a dolgokat, megmondja, hogy figyelj, ez azért van, az azért van, akkor, akkor azért elég rossz mentalitással lép ki a paciens ugye a terápiáról, és hogy, hogy szerintem megint az a baj, hogy ahogy autodidakta módon a könyvekből tanulgatja az önismeretet, így a terápia által is azért rossz dolgokat sajátíthat el, rossz mintákat vihet tovább, és akkor ugyanott tartunk, hogy gyakorlatilag magával is elhiteti azt, hogy ő most ezt jól csinálja, ő nem hibás, a másik a hibás, és, és a többi, és a többi, és a többi. És ez, ez egy tökéletes ilyen gödör tud lenni szerintem, hogy nem elég, hogy ugye magának tanított meg a terápiáltal által valami, hát nem is az, hogy haszontalan dolgot, de valami, valami rosszul sajátított el, hogy ezt utána meg, megpróbálja továbbadni és továbbverni a másik emberbe, és hogy egy kicsit így traktálni, meg, meg megpróbálni rámenni, hogy jaj, csinálj te is ezt, és úgy, meg úgy, és akkor nagyon jó lesz. Nyilván, nyilván nekünk is, hogyha mondjuk van egy baráti társaságunk, és van egy, egy jó barátunk, aki ilyen élményekkel tér vissza közénk, és akkor mondja, és nyilván egy olyan ember, akinek adunk a szavára, meg a véleményére, akkor tényleg ez, ez szerintem megint egy kicsit el tud burjánzani. És most nyilván azért van egy-két dolog, amit így kicsit felfújok jobban, mint amilyen talán a valóságban tud lenni, de mondom, hogy a, a, az elmúlt időszakban én egyre többször, ez a többször is egyébként egy pár alkalom, de hogy a nullánál többször tapasztaltam azt, hogy hogy talán az emberek rossz dolgot vittek magukkal, rossz dolgot tettek zsebre a, a, tapasztalatokból, és hogy egy kicsit olyan túl magabiztosnak tűnnek, amikor, amikor próbálják mondani, hogy ez így jól van, meg hogy csinálta is ezt így. És attól tartok egy picit, hogy, hogy amíg Magyarországon én úgy érzem, hogy akár pár évvel ezelőttig is egy olyan világban éltünk, hogy az ember nem mert terápiára menni, nem mert pszichológushoz fordulni, mert vagy elítélik őt a, a környezetében, hogy jó, mi, mi, mi gyáva vagy gyenge, vagy mi az, hogy neked itt el el kell menni pszichológushoz, vagy lenézik őt, legyen szó akár a családjáról is. Nyilván az én szüleim is egy idősebb generációba tartoznak, ilyen 70-75-ös korosztály, és hogy, hogy azért náluk azért ez teljesen más volt. Ugye ők elnyomták magukba ezeket a problémákat, elfolytották a dolgokat magukban, nem érdekel, hogy ez minket bánt leszünk alkoholisták, stb. stb. Most nyilván ebből a generációból én már találkoztam olyannal, hogy kb. tényleg lenézett téged, hogy te mi az, hogy segítségért akarsz fordulni. Vagy, vagy túl büszke elmenni saját maga miatt, hogy jaj, hát én meg tudom ezt oldani egyedül is. Tehát egy ilyen világot éltünk, és most egy kicsit kezdünk átfordulni, és hát tudjuk jó, hogy ezért az ilyen, ilyen erős váltásoknál sokszor megszokott esni az, hogy egy picit átesünk a lót másik oldalára, és, és, ezt kezdem egyre inkább észrevenni. De hát kíváncsi vagyok egyébként tényleg a hallgatók véleményére is ezzel kapcsolatban, hogy ők mennyire azt, hogy a környezetükben vannak olyan emberek, akik egy kicsit vagy túltolják ezt az önismeret kérdést, vagy, vagy valószínűleg rossz rossz sémákat, mintákat visznek tovább, és mert hogy vagy maguknak magyarázták be, vagy, vagy nem tudom, de, de igen, ez egy érdekes kérdés, hogy azért vajon most, hogy így nem is tudom, évtizedekig egy, egy pszichológus mentes Magyarországon éltünk, hogy most akkor az elkövetkezendő időszakban vajon ez hogy fog kinézni? Azt én mindenképpen fontosnak gondolom, hogy amikor az embernek van valami problémája, akkor beszéljen valakivel. Tehát, hogy akár egy baráttal, akár egy családtaggal, akár egy szakemberrel, tök mindegy, hanem tehát ez, ez, nem mindegy természetesen, de hogy az egy nagyon fontos dolog lenne, hogy az ember engedje meg magának azt a luxust, hogy ő szóvá teszi, vagy megfogalmazza azt, hogy mi a, mi a problémája. Ez, ezt mondom, hogy nagyon fontosnak gondolom. Fontosnak gondolom azt is, hogy írja le. Nem kell nyilvánosságra hozni, nem kell Facebookon posztolni. Tehát, hogy, 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 hogy ilyenkor az ember hajlamos lehet talán belefordulni abba, hogy talán, hogyha minél több embernek, vagy hoz, mondom el, vagy minél nagyobb nyilvánosságnak adom a tudtára az, hogy nekem most problémáim vannak, akkor annál hatékonyabban fog megoldódni. Nem, nem biztos, hogy ez jó ötlet. Pláne, hogy ez meg fog oldódni, tehát ez, ez, is lenne még egy talán egy, ha, ha mondhatok tanácsot, akkor ez lenne még egy tanácsom, hogy ne aggódjon senki, akinek lelki problémája van, mindennek van megoldása, minden meg fog tudni oldódni. De mondom, én igazából az ilyen megoldhatóbb dolgokra reflektálnék, tehát hogy természetesen nincs meg a kompetenciám, hogy komolyabb mentális problémákkal összefüggésben adjak tanácsot, de, de, de érezheti magát az ember úgy, hogy tök rottyom van, és hogy minden szar, és hogy ez már egy hete tart, és hogy egyszerűen ugye a depressziónak is lehet, ha minden igaz olyan, olyan formája, hogy egész egyszerűen nem, az, nem arról van már szó, hogy, hogy szarul érzed magad, mert, mert azt az állapotot, azt tudod időlegesen szüneteltetni azzal, hogy olyasmit csinálsz, ami némiképpen örömet okoz, miten filmet nézel, ilyesmi, elmész kirándulni. Depresszió az, az, ha jól értesültem, akkor súlyosabb. A depresszió egyenesen elveszi az örömöt a, 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 azokból a tevékenységekből, amelyek amikhez korábban örömöt társítottál. Ilyen esetben is az ember menjen el, egy csomószor előfordul, hogy gyógyszeres kezelés ezt meg tudja oldani, de e tekintetben aztán már tényleg nem vagyok hajlandó tanácsot adni, csak megint csak sztorikat hallottam, hogy, hogy alkoholistának megoldódott a, az alkohol problémája nagyjából egyik napról a másikra, holott 20 éves iszákolás uh -huh. előzte meg a döntést, hogy elmegy egy szakemberhez, és kiderül, hogy valójában nem alkohol problémája volt, hanem szorongásos problémái voltak, csak ő az alkohol próbálta oldani a szorongást, és kapott egy megfelelő gyógyszert, és megoldódott. Valójában nincs, nem volt meg az érzékenysége az alkoholra és emiatt, emiatt kiderült, hogy valójában nem is alkoholbeteg, hanem valamilyen szuplementumot keresett arra, hogy az oldja azt a szorongást. És na, a szorongást arról is rohadtul lehetne beszélni, mindenkinek volt ezzel tapasztalta, valakinek gyakrabban, valakinek ritkábban, hogy ez, ez, Danival úgy mutattuk egymásnak, hogy így az öklünket így a melkasunkra tettük, hogy onnan jön a szorongás. És basszus, tényleg annyira érdekes, de tényleg nem bírom felfogni, hogy ez, hogy, hogy, hogy ez miből következhet, ez embernek szorongásos problémái vannak, a, azt érzi, hogy így ilyen végtag elgyengítő, aggódó, szűnni nem akaró, vagy néha hullámokban rátörő ilyen rendkívül rossz érzés, mm. ilyen zsipatásos rossz érzés van rajta, és eskü a forrása a melkastályék. Tehát, hogy meg nem mondom egyébként, hogy ez így, ez így, ez így hogy van, de, de itt megint csak az van, hogy az ember tudja, hogy ez, értse meg, hogy ez nem fog örökét tartani, beszéljen valakivel, kérjen segítséget, és múltkor feljegyeztem már nem emlékszem, hogy most vannak ilyen YouTube hirdetések, hogy valamilyen önismereti kurzus, vagy tököm tudja micsoda, de, de fejegyeztem egy nagyon érdekes gondolatot, talán megpróbáljuk elhelyezni a sónoszba, ha megtalálom, hogy, hogy nem kell állandóan a topon lenni, hogy az, az, egy, az egy hamis irány, vagy hamis életfelfogás, hogy akkor jó az élet, hogyha mindig igazad van, ha mindig sikeres vagy, ha mindig telibe trafálsz, Teljesen más az az irány, vagy az az életfelfogás, amikor elfogadod, hogy szabad néha hibázni, szabad néha a padlóra kerülni, szabad néha elfuserálni valamit, különösen azért, mert olyan élethelyzetből olyan aspektusait is meg tudod nézni a világnak, amelyeket egyébként nem vennél észre. Tehát, hogy például én egyszer nagyon lent voltam így a pöcegödörbe, hogyha mondhatom így, és, és ugye nekem ez mindig segít, hogy írogatok, teleírtam 20 oldalt, és olyan dolgokra döbbentem rá, hogy, hogy, hogy végig ott voltak, csak egyszerűen nem artikulálódtak az azt megelőző x évig, mert egész egyszerűen nem voltam addig még rottyon. Tehát, hogy a, 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 ezek az lelki problémák esetenként valaminek a lehetőségét is magába hordozzák. Hát te, teljesen evidens, hogy, 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 hogy igazából ezek nélkül nem is élet az élet, tehát, hogy én én legalábbis abban hiszek, hogy hogy minden viszonyítás kérdése, a, a, a boldog élet ahhoz képest tud boldog élet lenni, hogy szarul is éltél már, vagy tudod, hogy, lé, hogy élhetnél szarabbul is, vagy hogy mondjam, tehát, hogy, hogy nincs ezekkel baj, ennyi a lényeg, hogy nincs azzal baj, hogy szarul érzed magad, meg, meg, meg önértékelési problémáid vannak, és mondom, én, én igazából ennek a híve vagyok, hogy szerintem az ember nyugodtan végezze el az önismereti munkáját, de nem kell kötelezően. Tehát, hogy én, én ki nem állhatom ezeket az irányokat, hogy napi, napi legalább kétszer-tíz percet meditálni, mi ez a hülyeség? Tehát ki nem tudunk már meditálni ebben a világban, aki leül törökülésbe, lehet, hogy valakinek sikerül, én el nem bírom képzelni, hogy egy napi kétszer leüljek törökülésbe, és így teljes csendbe, így izé, magamba figyeljek. Tehát, hogy ez mondjuk ilyen, ilyen influencereknek a hogy alakul egy napom yeah. videóiba tök jól passzol, hogy így hát miután, miután elkészültem a, a, sponsor, sponsor a szponzor, használatával, a, a megfelelő tusfürdőket használtam a mosakodáshoz, meg hogy hívják, akkor még én meditálok, mielőtt elmennék dolgozni. Kinek van erre ideje? Jó, egyébként fontos, tehát akinek van ideje jogázni, és hát erre is mondják, hogy hát napi napi 10 perce mindenkinek kell, hogy legyen a jogára, hiszed, de mindegy. Tehát, hogy lehet, hogy valakinek működik. Én, én igazából ezen a véleményen vagyok, hogy végezd el az önismereti munkát, de ha nem tudod beilleszteni az életedbe, akkor ne erről Tehát, Igen. hogyha nem mindig van szüksége az embernek az önismereti munkára, van, hogy van, hogy az teljesen háttérbe szorítva egyébként, hogy mondjam, a mindennapokra kell fókuszálni. Ezt, ezt mindenki tudja érezni és értékelni. Valahogy van az úgy, hogy az ember egész az ember számára egy igény keletkezik arra, hogy valami önismereti munkát el kell végeznem, mert máskülönben mondjuk nem jövök ki ebből a, ebből a problémából. És akkor, akkor érdemes. De egyébként én nem gondolom azt, hogy, de persze el lehet járni pszichológushoz akkor is, hogyha nincsen semmi gondod, nyilvánvalóan, de, de, de meg kell találni az egyensúlyt szerintem legalábbis az önismereti munka, tehát a, bocsánat, na, ezt másképp fogalmazom, tehát, hogy én legalábbis a saját életemben úgy értékeltem, hogy, hogy egy időben nagyon sok hangsúlyt fektettem a szakmai életemre, és egy, egy életem bizonyos szakaszában meg Kevésbé figyeltem a szakmai részekre, és inkább figyeltem a lelki részekre, mert olyan időszakon volt, hogy kevésbé foglalkoztam a joggal, meg mondjuk pályám elején voltam, és hogy valahogy így nem, nem volt még esedékes, esetéke, hogy kialakuljon, hogy milyen irányba specializálódjak, akkor egy kicsit kevésbé foglalkoztam jogászként a, a jogi dolgokkal, és inkább foglalkoztam azzal, hogy 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 mit tehet az ember az önfejlesztés érdekében, milyen lelki munkát tud elvégezni, vagy ön munkát És és egyik se jobb vagy rosszabb a másiknál. Tehát nem, a, nem arról van szó, hogy mondjuk hanyagolod a, a szakmai irányt az, az, ö, az önismereti munka javára, és, és elcseszted, mert nem így kellett volna csinálni, mert lekapcsolódsz a, 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 a szakmádról, és, 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 és buta leszel, és más ismeretek töltik fel az agyadat. Tehát nem arról van szó, meg kell találni az egyensúlyt, egyik se jobb vagy rosszabb, mind a kettő egy hasznos és érdemes munka. Magadnak kell szerintem legalábbis meghatároznod, hogy miképpen teszel bele megfelelő mennyiségeket ezekből a mérleg egyik meg másik serpenyőjébe, hogy egy ilyen, nem tudom, érdemes meg hasznos életet élj. Igen, az a helyzet, hogy tényleg ez, ez munka tud lenni, és mondjuk ezt én pont magamon vettem észre, hogy az elmúlt néhány hónapban, én elhatároztam, hogy na akkor lefogyok. És akkor ez sikerült is, egy olyan körülbelül 20 kilót sikerült leadni, de hogy egyre inkább azt vettem észre, ahogy teltek a hetek, hogy akkor elhatároztam, hogy jó, hát akkor igen, állítunk egy kicsit a diétán, a kalória és akkor elkezdek biciklizni, aztán ez átfordult abba, hogy elkezdtem sétálni, napi, mit tudom én, 40-60 percet sétáltam, és hogy ez tök jó volt, éreztem azt, hogy, hogy tényleg az energiaszintemen is segített, a közérzetemen is javított, stb. stb., de hogy, hogy ugyanakkor meg átfordult egy idő után abba, hogy elkezdtem rá stresszelni, hogy hú, én most nagyon kívánok egy mekit, akkor ettem egy mekit, hú, most nincs kedvem elmenni sétálni, mert mondjuk mínusz 10 fok van, vagy valami, meg most is például, amikor felveszük ezt az adást, így elkezdtem erősen gondolkozni, hogy ma például menjek el sétálni, mert most már besötéted Tett, és nincs kedvem a sötétben mászkálni, és hogy ezek miatt elkezdtem rá stresszelni erre az egészre is, és, és inkább egy ilyen kénkeserves munkaként hatott ez az egész, hogy jó, de hát hogyha én nem megyek el, és nem sétálom le azt a, mit tudom én, 4-6 kilométert, akkor, akkor ez így nem lesz jó, és akkor gyakorlatilag ö, ö, megint egy dagat disznó leszek, a, aki nem fog magának tetszeni a tükörben. Hogy nyilván ugye ezt is beszéltük a, a terápián is, de egyébként ez egyértelmű volt valahol számom. Rai is saját magam számára, hogy nyilván nem szabad túlzásba esni. Nem szabad olyan követelményeket elvárni magattól, amik, amik, nem reálisak, meg stb. stb. És ez így, ez így, több helyen előfordult az életembe, és akkor nyilván ilyenkor megpróbáltam állítani ezen, de amit korábban említettél, hogy, hogy nem lehet az ember mindig a csúcson, ehhez tényleg az is hozzátartozik, amit meg már egy ideje én tudok, de nem mindig próbálok erre figyelni, mert néha tényleg így kiengedem a nadráxiat, és nem feltétlenül érdekel annyira. De például, amikor én a közösségi médiától egy két lépéssel hátrébb lépek, és mondjuk nem nézem, nem nézem a különböző influencer, influencereknek a videóit, vagy az Instagram posztokat, hogyha hát ezeket egy kicsit úgy, úgy visszább veszed, vagy úgy nem követed teljes mértékben, akkor rájössz arra, hogy jé, nem minden ember tökéletes, mert hogy nyilván az ilyen közösségi média oldalakon abszolút azt látod, hogy mindenki a legjobb arcát mutatja, mindig mindenki utazik, a legjobb éttermekben eszik, a legjobb ruhákat hordja, stb. stb. Azt, azt már mondjuk nem feltétlenül látod, hogy közben két órán keresztül szemmel azért, hogy ezeket a tökéletes képeket összehozza. De hogy tényleg az Alfa M, akit például mindketten ismerünk, és néztük már több videóját is, ő is beszélt erről, hogy tényleg egy kicsit vissza kell ebből venni, hogy mennyi internetet fogyaszt az ember naponta, mert itt most nem csak arról van szó, hogy agyatlan tartalmat fogyasztasz, hanem tényleg olyan dolgok kerülnek szembe veled, amik egy, egy, egy olyan mércét állítanak föl számadra, amit talán egy hónapig tudsz tartani, de utána egyszerűen belehűlsz és beleroskadsz az egészben, mert hogy tényleg arról van szó, hogy neked minden nap már négykor fel kell kelni ahhoz, hogy egy, egy három órás reggeli rutinon túl legyél, hogy a, a bőröd gyönyörű legyen, a megfelelő organikus kaját elkészíts magadnak reggelire, közben meditálják, közben el futni vagy sétálni. És akkor mindezek után még elmész dolgozni, de akkor utána még délután vagy, vagy kora este is tegyél valamit a, a tested és a lelked érdekében magadért, miközben ezt nem szabad ilyen szinten túltolni szerintem. Nyilván biztos, hogy vannak emberek, akiknek ez működik, hisz vannak olyan emberek is, akik 5 óra alvással élnek. Én nekem legalább kell a 8 óra, és nem is tudom, hogy, hogy, lehet létezni kevesebben. De hogy, hogy alapvetően én úgy érzem, hogy ezek a, ezek a tükrök, amiket tartanak elénk, így a közösségi média, influencerek, meg minden egyéb, ez nagyon, nagyon káros és toxikus tud lenni ebből a szempontból, hogy tényleg próbálsz egy olyan szintet elérni, hogy hát neki nincsen semmi problémája, akkor ezt én is meg tudom oldani, és közben még egy tökéletes emberi lény, mert hogy tényleg külsőre, meg mindenhol egyszerűen legyőzhetetlen, és, és hát ugye már beszéltünk ezekről az ilyen alfa hím jelenségekről, meg ilyesmiről, de ugye a szigma, ez, ez ugye az új trendi szó, ez, ezeknek a szigma embereknek is valahol én úgy érzem, hogy ez volt az, az ilyen hátulütője, mert oké, okay, az alfa egy sem egy szép dolog, de hogy ugye a szigma az meg ráadásul folyamatosan grindol, ahogy ugye az angol mondja, hogy ő törtet előre és csinál, és hogy, hogy, hogy gyakorlatilag ő teljesen a, 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 tudatosság legmagasabb szintjét űzi, és, és abszolút mindig 110%-on teljesít, és, hogy, és úgy, érzem, hogy ez kicsit úgy, ez is elkezdett beleavászkodni a, a társadalomba, ez a mentalitás, nyilván ez is káros tud lenni, és emiatt is tud szorongani az ember rengeteget, hogy, hogy tényleg így felállítja ezeket a célállomásokat, és akkor gyakorlatilag beleroskod abba, hogyha nem éri el ezeket. Akár már csak az ilyen köztes célokat is, hogy mondjuk akkor én leadok 50 kilót, és, és hogy már nem, nem, tudom egyszerűen a 10 kilót se elérni, mert hogy, hogy, nem megy. És akkor nyilván ezeket azért jó, hogyha van olyas valaki körülötte, aki erre talán kicsit rá tud világítani egy figyú, most egy kicsit túlhajtod magad, lehet, hogy talán azért szorongasz, mert hogy folyamatosan, akár a, tényleg akkor a súlyvesztés miatt, mert az egy ilyen saját példa, hogy, hogy minden nap ötször állsz a mérlegre, és hogy, hogy, ezen stresszelsz, miközben lehet, hogy más oldalról kellene megközelíteni. Úgyhogy hát igen, ez a, ez a, közösségi média, meg tényleg ezek az influencerek is nagyon veszélyesek tudnak lenni, mert ők is jó, sokszor ugye a pénz miatt is, tehát ezt uh, ilyen szinten nem lehet elítélni, hisz hogy gyakorlatilag ebből kereste a pénzét, de ettől függetlenül még nagyon rossz az tud lenni, amikor tényleg ezek az influencerek mindenféle, akár saját tapasztalat nélkül, vagy bármi egyéb nélkül nyomatják neked azt, hogy vásárold meg ezeket a termékeket, azokat a könyveket, és akkor gyakorlatilag egy tökéletes ember lesz belőled. Szóval így két hozzá nem értő emberként azt gondolom, hogy, hogy elég jól azért fejtegettük itt a témát. Azt még úgy, még az adás lezárása előtt megemlíteném, hogy akkor a hallgatóink, ha úgy érzik, hogy lenne bármilyen kérdés, vagy téma, vagy bármi, amit esetleg egy pszichológus megkérdeznének, akkor azt tényleg akkor mondjuk hashtag önismeret címszó alatt megírhatják a Telegram csoportunkba is, mert a mondom, szeretném összehozni azt az epizódot, ahol, vagy két epizódot, ahol egy pszichológussal beszélgetünk, és, és nagyon érdekel, hogy ti ezt az egészet hogy látjátok. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk voltatok ma, kedves hallgatók, ez volt a Szürke Zóna Podcast, én Rezső voltam, és köszönöm Dánielnek a részvételt. Sziasztok! Sziasztok!